Ali papi, mami. De rég volt már innen vlog, nem? Hát de. Állandóan beégek. És akkor gondoltam, elmesélem nektek, mert múltkor kezdtünk el beszélni el, és mondom, tényleg így állandóan így hülyeskedek, és állandóan beégek. Itt a múltkor mentünk például Vikivel valahova, és akkor a liftbe beszálltunk, és valahogy följött ez a téma, hogy milyen ilyen köcsök palik vannak, akik ilyen nagyon bunkón bánnak így a csajaikkal, és akkor állandóan szoktam így ezeket így fikázni, így, de így napközben is van, amikor így poénból, mit tudom, úgy szólok a Vikinek, de rögtön tudja, hogy így ezt így imitálom csak ezt, amikor egy ilyen idióta szól a csajához, hogy mit tudom, mondtam már, hogy mosuk a sába, az meg neked, és akkor különben, azért, mit tudom, valami ilyesmit mondjuk mondok, de ugyanilyen stílusban, és akkor elkezdünk röhögni ezen, vagy mondom neki, hogy mit vagy már útba, hát amit ezek a ilyen gyökér pasik mondjuk, így, amikor nagyon bunkon bánnak a csajokkal, és akkor beszálltunk a liftből, és akkor valamit mondott meg, én is elkezdtem baromkodni, hogy hányszor megmondtam neked, bazd meg már, hogy engedj előre a liftbe, mert különben baj lesz, mert beverek kettőt, vagy valami ilyesmi, és közben megállt a lift, és kinyílt, de mi még nyom ezt a hülye dumát, én tök hangosan, így, így meg úgy kinyílik, és egy kurva sok ember ott állt így, így állt a liftnél, ahogy kinyílt, és ugye, mikor megállt, ők ezt így hallották, és így annyira kellemetlen volt ez a helyzet, hogy azt hitték, hogy tényleg ilyen gyökér vagyok, és a végileg csak mosolygott, így ment előre, és mindenki ilyen megvetően nézett rám, hogy úristen, ez hogy beszél a nőjével, hogy na, ennyi már, bazd meg így, meg úgy. Aztán múltkor meg itt mentünk bevásárolni, és akkor jöttünk hazafelé, és mindig sétálni szoktunk, mert tényleg nincsen messze, mit tudom én, egy 10 perc séta körülbelül. És úgy vagyunk vele, hogy jó, hát most nem fogunk itt buszra várni, vagy megkerülni, vagy valamilyen útvonalat nézni, és mindig tök jót sétálunk. És akkor sétáltunk visszafelé, és valamit mondott nekem a Viki, hogy miért nem a másik kezeddel fogod a szatyrot, vagy valami volt, mert egy szerencsétlenkedtem, meg közben meg a víz a kezem, meg inni akartam, meg fogtam egy szatyrot, meg még nála is volt, még egy nagyobb bevásárlás volt. És akkor mondom neki, hogy hát azért, mert mondom, nincs kezem, és akkor így behúztam így a kezem, és akkor így elkezdtem így ilyen sérültet játszani, hogy mert hogy nincs kezem, nem érted, hogy nem tudom vinni, csak így tudok enni, hogy a fele itt, ide befogom, és így tudom csak vinni, és elkezdtem így ott bóckodni, és nem hiszitek el, hogy mi itt nyomtam ezt a szart, és ilyen hülyén mentem, meg így elkezdtem így baromkodni, szembe két kerekes kocsis ember jött velünk szemben, ilyen idős. Az egyik az nem tudom, hogy kerekes szék volt-e, vagy csak ez az idős, ilyen elektromos, beülős, ilyen kerekes szék. Tehát nem tudom megállapítani, de szerintem mind a kettő az volt. És így tök közel voltak már hozzánk. És én meg tolom ott ezt a fikázos, és én megláttam őket, és mondom, ezt nem hiszem el, hogy ilyen nincsen. És ők teljesen azt hitték, szerintem, hogy így őket figurázom, hogy ilyen paraszt vagyok, hogy így ilyen sérülteket ott így elkezdem így kifikázni, és pedig semmi, hát így ártatlan poén volt, hogy nekem nincsen kezem, hát most jó, hát és Vik ez úgy elkezdett röhögni, és így arrébb pusztán mondom, ezt nem hiszem el, mondom, ez kibaszott égő, úristen, és akkor arrébb le is mentünk így a térképről egy picit, és úgy mentünk tovább, aztán a múltkor meg szintén ugyanúgy sétáltunk, és akkor meg így elkezdtem énekelni ilyen halandzsául, ilyen angolul, de ilyen, mintha ilyen árja lenne, vagy nem tudom már mit énekeltem, de ilyen rohadt idegesítő hangom, ugye semmilyen énekhangom nincsen, és elkezdtem ott énekelni. De ilyen rohadt idegesítő hangon, és elkezdett rögni, és egyszer csak így mellettünk elfut egy faszi, mert megfutott, és komolyan úgy nézett rám, úristen, hogy így, mi a fasz, tehát így teljesen meg volt rökönyödve. A szegény lány meg így jön mellettem, és én meg itt nyom a kamu áriát, vagy nem tudom mit. Úgyhogy, hát igen, én így élek, hogy gyakorlatilag minden helyzetben sikerül ilyen kellemetlen helyzetbe hozni magam. De hát igazából meg én csak jól érzem magam nagyon sokszor, és
És ezért van. A másik meg arról akartam beszélni amúgy, hogy milyen olyan furcsa ez, hogy megjött tényleg a nyár, meg így berobban a nyár, és tök jól érzi magát mindenki, meg ilyen nagy tervei vannak az embereknek, és hogy ennek körülbelül a, én nem tudom, 10%-a, ha megvalósul. Hogy ez miért van? Ez tök furcsa. Mindig az ember ilyenkor így eltervezi mindenki nyáron, hogy ezt fogom csinálni, meg többet fogok lejárni, nem tudom hova, vagy eljárok futni, a másik az azt mondja, ó, megyünk egy csomót majd kirándulni, és azért körülbelül olyan 10, vagy lehet még 5% az, ami megvalósul ebből a nyáron, hogy mindenkinek olyan nagy tervei vannak, és amíg meg én is ilyen vagyok, és ez roppant zavaró, hogy nagyon nagy terveim vannak, és így elúszik az ember így, ó, most az van, hogy ez, most az, és úgy úsztatja a dolgokat, és így elfelejt pihenni, tök furcsa, és most azon vagyok abszolút már így próbálom magam így rá, próbálok ráállni már erre a dologra, hogy mindenképpen valósítsam meg azokat, amiket nyára szeretnék, hogy hova megyünk, meg tényleg aktivizáljam magam, úgymond, mert ezt vettem észre valahogy az emberek, mindig mindenki várja, na majd nyáron, úgy, de várom a nyarat, mert majd lesz nyár, akkor most azért nem mehetünk ide, most azért nem mehetünk oda, most azért nem csinálhatjuk ezt, mert hideg van, és egyébként tényleg, mert ilyen nagyon szar időben, nincs az embernek kedve semmit, csak jó befűteni és beülni a meleg lakásba, és olyan hagyjatok békén. Úgyhogy itt van a nyár, és meg kell valósítani mindent, amit az ember így kitalált télen. Szóval én is úgy vagyok vele, hogy rengeteg terv van, meg bicikli túrától kezdve minden, és az ember úgy úsztatja, jaj, most inkább nem tudom. Szóval ilyen apró dolgokkal szerintem fel lehet ezt dobni, hogy együnk egy fagyit, menjünk, sétáljunk legalább, kajáljunk egy jó fagyit a közelbe, és akkor jöjjünk vissza, és akkor nem azt mondja, hogy majd holnap elmegyünk, meg most punyadok a tévé előtt, olyan meleg van, nem bírom. Mindenki ezt, amikor nagyon meleg lesz majd, én meg várom. Én várom a nagyon meleget, hogy lehessen menni strandra, lehessen megdögleni végre. Én nem szeretem a telet, és mindenki, amikor meg nyár van, akkor meg, jaj, ez a rohadt meleg, de utálom a meleget. És közben mindannyian ezt várjuk. Szóval ezt sem értem. Én várom, én nem fogok itt sírni. Bár még jó, biztos fogok én is, mert lesz egy rész, amikor már annyira meleg lesz, de én szeretem. Úgyhogy mindenféle tervben megpróbálok ott lenni. Na, ennyi volt, és mindenképp próbáljatok meg ti is, hogyha ilyen terveitek vannak, akkor úgy előre láthatólag úgy ráállítani az agyatokat, hogy nyáron igenis csináljuk meg valósítsuk meg menjünk el, meg kicsit így érezzük jól magunkat. Na, Ali papi, mami.